Nagyon örülök, hogy elkezdjük az évet. Minden hónapban tervezünk egy ismeretterjesztő előadást, és hát azt is szeretnénk, hogy ami nagy sikere volt, hogy elmentünk ugye a gyógyászati központba, valahova megint elmegyünk majd, júniusi hónapba. Aztán július-augusztusra leállunk, és aztán szeptemberben meg újra folytatjuk decemberig. A Paksi Csengény Dénes Kulturális Központ és a Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság 2012. februárjában szervezte az első Közkincs Szabad Egyetem előadást. Az Új Utak a Gyógyításban című sorozat vendége ezúttal Kovács József természetgyógyász volt, aki a népi gyógymódok világába kalauzolta az érdeklődőket. A természetgyógyászat szemszögéből közelítjük meg az egészséget. És nem csak az egészséget, hanem a betegséget is, az egészség, a betegség gyógyítását, a népi gyógymódokkal, alternatív gyógymódokkal. Lényegében van 9 könyvem ebben a témában, és a könyveim mentén tartom majd az előadást, a szervezet tisztításáról, a természetes antibiotikumokról, a jódról, mint az intelligencia eleme a szervezetnek fogok beszélni, az almaecetről, a kerozinról, a hidrogénperoxidról, az olajokról, tehát elég széles paletta, amiről beszélni szeretnék. Kovács József elmondta, a népi gyógymódok iránti érdeklődés az utóbbi időben fokozódik, az interaktív előadásokon egyre nagyobb a hallgatóság. A természetgyógyász hozzátette, a magyarok rendkívül sok gyógyszert fogyasztanak, néha feleslegesen. Gyakorló természetgyógyász gyógyító vagyok, és a betegeim valamikor van, hogy egy egész listát, ahol 16-18 féle gyógyszer szerepel, azt teszik elém, hogy na most ilyeneket szedik, és tudok-e változtatni ezek mellett. Szeretnének a természetes gyógymódokat is alkalmazni, de az orvos által kiírt gyógyszerek azok maradjanak meg, mert ahhoz legtöbbje ragaszkodik. No, aztán megkeressük az arany középutat, ha lehet általában, és meg is találjuk. Az előadó családjában már nagyszülei is foglalkoztak a természetgyógyászattal, aki saját egészségügyi problémái miatt 8 éve kezdte a témakutatást. A gyógyulásához a szakrális, az ezoterikus és az egyházi irodalomból merített, és könyveit is Mankónak szánja az öngyógyításhoz. Kovács József elárulta, készül 10. kötete, címe Ősi magyar gyógymódok lesz, amelyben többek közt a sör és a fokhagyma gyógyító hatása a téma.